Sziasztok, üdvözöletetek, ez Sanya vagyok, ez pedig az Oldomoz negyedik része. És ahogy láttátok az intróba, illetve az index képen elkészült a házam. Érdekes volt, mert először felvettem az első három részt, megcsináltam házat, körbe repültem, és úgy csináltam meg az intrót, tehát így is készült az intró. Pont láthatjuk a szép kis naplementében a elkészített házat. Na, én pedig most körbe is vezetlek titeket. Ez egy sematik alapján csináltam ezt a házat, illetve majd ezeket bemondom, hogy mi vannak nálam. Előbb a házat akarom bemutatni. Jó, ezt innen el is rakjuk. Azt a... Na, felvételbe Ender Lily Seedet kaptam. A magból. Ezt már is ültetem elfele. Szépen ide is rakom a házamhoz. Vörös hold lesz? Igen, jó, akkor zsír. Akkor ez később lesz bemutatva a ház, mert nem szeretném ilyen pirosba bemutatni, úgyhogy egy pillanat és jövök. Na, itt is vagyok. Nem búgass bele a videómba. Na, azt mondja, hogy szedtem ilyen slime saplingeket, illetve proszkai sarot. A slime sziget pedig pont nincs betöltve, de én abból az irányból vettem, szedtem le. Szedtem ilyen dörtet is, ami alatta van, mert azt csak arra lehet ültetni, mert későbbiek folyamán. Hát végig is most is csináltam egy ilyen slime-os lumberexet. Valamik részben, szerintem csináltam is egyet, de az csak vagy 500-as durability van, ennek pedig 2000. 448, mondtam, hogy ne bőgess bele a videómba. Kösz. Na, ez a kis piciki kis ház, ez a leírásban benne lesz, hogy milyen sematikból épült fel. Hát gondoltam, hogy kellene rittyenteni egy kis fityillót, de én mindig nagyba gondolkozok, úgyhogy egy 64x64-es kis fityilló. Ja. Gyümölcsfákat szedtem, ha már ide környéken vagyunk. Ezen miért nem nőtt ki semmi? Gratulálok. Na mindegy. Meg is csináltam pár darab... Jaj, de nem ültettem semmit. Pár darab fát. Látszik is, hogy itt vannak elültetve. Te is belebőgsz a videómba, jó van. Illetve végig slime-okat, slime-fákat ültettem. Nem is az a lényeg. Itt meg lapáttal végig ütegettem a földet, hogy így egy kicsit ilyen járdaszerűré változik, ilyen kitaposott útnak. Jó, na, akkor itt az előtér, ez nekem nagyon tetszett, hogy itt egy ilyen kis U-alakú épületbe érkezünk meg. A közepén egy szökőkúttal. Igen, oda rakhattam volna a zöld füvet. Vagy a víz? Nem. Az emeletek terjedni kéne a fűnek, na mindegy. Na, akkor itt lehet beérkezni a házba. Arra az irányba majd később. Ez kiadta nyitva? Na azért. Jó. Na, azt mondja, hogy itt van egy ilyen kis könyves, polcos részleg, illetve valószínű, hogy itt lesz egy kibővített helyiség. Hé, ezt behúzódtak. Amikor építettem, akkor ki volt nyitva? Itt meg hol vannak a pisztonok? A dehek? Na mindegy. Újraindítás, úgy látom, egy kicsit megváltoztatta a dolgokat. Igen, itt ilyen kis konyhaszerűség van. Lehet főzőcskézni, itt pedig még egy vasajtót kell majd csinálnom, hogy egy hűtő hatása legyen. És akkor itt körbe lehet. Itt vannak a furnace-ek, meg... Igen, ez a mod. Vagy a mod. Ez egy pont... 10-től ugrálok felfelé, de 1.9-ben is benne volt, hogy felugrunk a blokkra, nem? Mindegy. Ja, úgyhogy ez itt a konyha. Kis étkezővel, mindennel. Ez lenne az étkező is az asztalnak, így kéne kifelállni, de mindegy. Majd ezzel még javítok. Itt az ajtó. Még nem craftoltam le. Ja, oké. Okay. Úgyhogy vannak még kis minimális hiányok. Azokat majd későbbében fogom pótolgatni. Össze-vissza lesz majd ilyen fákja,
lámpa, illetve másik fajta fákja, illetve ez a fajta lámpa, amit már újra készítettem. De ezek majd később a folyamán majd lecserélésre kerülnek, csak nem akartam most ezzel foglalkozni. A dizájnban ezek benne vannak, ezek a glowstone-ok, úgyhogy ezek maradtak itt egyelőre, mert mondom, a későbbiek folyamán, ahol ilyen sötétebb foltok lesznek, akkor ezeket a lámpákat, meg a fákjákat ki fogom cserélni, ahol a dizájn adja, ott pedig maradnak a glowstone-ok. Jó, azt mondjuk, a következő helység egy ilyen kis beszélgetős, kis nappali helység. Ja, ki lehet nézni a kertbe. Kis szőnyegen itt vagyunk. Hát ez itt a nappali. Ja, kis tévé nélkül. Ezekkel a helyiségekkel annyira nem fogok foglalkozni, csak a design része. A nagyobb alkotások majd azon az oldalt lesznek. Ajtó bezár. Meg azon a részlegen lesznek. Itt is van egy ilyen kis pihenő kis helység. Itt is ki lehet nézni a kertbe. És akkor ezt a dizájnt kezdtem el csinálni, mert előbb is fákja van a sematikban. Én gondoltam, hogy ezt a kis lámpás módszert használom, de utána majd a mod csomagból adódóan lesz majd egy fajta lámpa, azt fogom majd használni. Na, ebbe az irányba eljövünk, akkor itt van egy kis ilyen szaladgálós helység, valószínűleg majd képviselőben gépeket fogok majd itt használgatni. Hát itt is van egy ilyen kis szoba helység. Egyelőre egy lakosa van, akitől az emeraldot vásároltam. Ne szaladgálj! Színért vettem emeraldot, de ha már ezt nem fogja ezt nekünk adni, akkor szerintem megy a beégetőbe, mert pont most nem érem el, mindegy. Mert a második művelet, amit szeretne, az pedig a... Na mindegy, 6 emeraldért egy boltát akar adni. Az meg már nekem annyira nem tetszik. Van itt ilyen kis kinézegető, ahol kinézhetünk. Igaz, ez csúnya kis slime fák, de itt vannak, de... legalább megtörj ezt a nagy zöld részt ott. Jó, na itt a későbbi a folyamán hogy fogunk foglalkozni, illetve a másik oldalt van, ha már ezen a szinten szeretnék menni. Itt is egy ilyen kis helység, itt még nem cserélgettem ki ezeket a glowstone-okat, ez itt alapból benne van a sematikban, hogy ide kell rakni, és majd a később folyamán majd ezeket le fogom cserélni, úgy mint azokat a fákjákat, így össze-vissza random. Csak ezeket azért dobálgattam le, ténylegesen, hogy is ne jöjjenek be a mobok. Na, de kicsit a hálószobámat már egy kicsit alakítottam ezzel a lámpával, ami moddal majd fogunk foglalkozni hamarosan. Illetve itt van a dupla ágy, és lehetünk a következő szintre. Na, a következő szinten egy ilyen furcsa, alacsony, mennyezetes helységet látunk, ahol itt akár le is eshetünk, de ez majd későbbi folyamán majd valószínű jó lesz, mert itt valószínű majd a kábeleket fogom elvezetni, ha lentebb szinten lesznek majd a képek, akkor a kábeleket majd itt fogom elvezetni, úgyhogy ezt azért is találtam jó kis pofa kis helységnek. Na és akkor itt van a felső szint, igen, ez majd le lesz zárva, hogy ez majd nem lesz látható, majd csak egy ilyen kis rejtett ajtókkal, ha tele lesz kábelezve. Itt is még random még fákják vannak, de majd mondom a későbbi a folyamán, majd ha lecraftolom azt a szerkezetet, vagyis azt az eszközt, amivel majd fogok tudni majd azt a világítást létrehozni, akkor majd ja, akkor majd majd kicserélem a fákjákat. Na, itt kinézve az ablakon láthatjuk a kis előkertünket, illetve itt van egy kis ilyen kis dugi helység ott lent, ahol magát a világítás meg mindent lehetne majd kapcsolgatni, meg a vezetékeket elhúzni. Hát ez csak egy ilyen randomszerűség dolog. Ez nem tudom, ez mire kellett, de beraktam, mert biztos majd valamit mozgat. Itt egy ilyen kis liftünk van, hogy egyik rejtett helyiségbe menjünk a másikba. Igen. Ja. Ezek majd későbbiekben majd jó lesz majd a kábelek elvezetésére. Azért sem foglalkoztam vele. Ha már benne volt a sematikban, akkor legyen. Ezeket már, ezeket a falakat szerintem már én raktam oda.
mert csúnya volt úgy kinézetre. Igen, itt egy kis vanillás lift. Igen, ott is van egy kis helyiség. Mindegy, a lámpák kapcsolgatása majd itt lesz elérhető, hogy majd a káblezéseket is itt is el tudnám húzni. Na és akkor van még egy kis, igen, ugyanez a helység megtalálható itt is, tehát valószínű majd, ha meg lesz maga a repülő funkcióm, akkor ezek lesznek itt inkább alkalmazva, ezek a szintek. És milyen jó lesz már, hogy akkor alatta is lehet kábelezni azon a dugi helységem. Na és akkor van még egy nagyon kis szép kis helye ennek a háznak, ha fel tudnék mászni ezen a lépcsőn. Na, felmászni. Igen, mert egyszerre mozog a mászás is, meg a ugrás is. Na akkor itt is ki tudunk sasolni. Onnan hiányzik egy blokk. Jó, azt nem sikerült berakni. Van két oldal nekünk egy ilyen kis helységünk. Igen, itt látszanak a nagy fák. Illetve hát egy ilyen kis kert. Tetőkert. Ilyen kis fával. Ilyen lecsüngő dizájnnal. És a másik oldalt még megtalálható. Ugyanez, csak másfajta, ott a gombák vannak, itt ezen az oldalon meg a fák voltak előnyben. Ja, itt most terjed is nekem egy kicsit a gomba, ez majd a később évben jó, jó is lesz. És akkor itt van nekem egy kis medencém is, és akkor itt lefürödni. Igen, a világítás az ezért lesz jó, meg ezért is játszottam a fákjákkal, hogy körülbelül hogy lehetne ezeket beosztani a dolgokat, hogy lehessen pontosan... Polkot itt mindig hallok. Na mindegy. Lehessen normálisan kivilágítani, és akkor... Nem tudom, hogy hol volt ott a pók. De az előbb is hallottam, na mindegy. És akkor hajrá! Mehetünk is az alvó részlegre. Mondom, későbbiek folyamán ezt a szintet fogom használni, a jelenlegi pillanatban pedig mindjárt bemutatom, hogy melyik szintet használom. Ja, ha már itt vagyunk, akkor nyomunk egy szunyát, mert Pro fent van, de éppen off-call. Hiába köszön neki az ember. Igen, a Blood Moon volt, és azt nem lehetett átaludni. Kiírás megjelent. Nagyon jó. Na és akkor bemutatom. Ja, még... melyiket is? Először a helységemet. Vagy a kertemet. Na mindegy. És elmegyek középre. Többiek mondták, hogy benne van az a mod, hogy folyamatosan más kaját kell enni. Ezért én most csináltam magamnak egy lunchboxot, amelyiknek a segítségével különböző kaják tárolhatók benne. Ezt shift-tel be is zárhatom, és akár ki is nyithatom. Most jelenleg ezek a kaják találhatók benne, mivel különböző kajákat kell enni, ez így folyamatosan más fog etetni velünk. Így nem lesz az, hogy ugyanazt a kaját szeretnénk megenni. És ha véletlenül kifogy ebből a kaja, na, ez most meg is tudtam enni, és akkor látszódott, hogy mennyi kaja volt az előbb benne, mindegyiből ettem, és szokásos köszönés, és akkor... Na, akkor ha már ide be is jöttem, akkor bemutatom a dolgaimat. Azt mondja, hogy mi volt az előzőben. Az előzőben ezt megcsináltam, ezt a Enderiós gépezetet. Ezt mondtam, hogy egy az egybe el fogom idehozni. Itt van a kezdőcseszt, de ezt meg is mutattam a dolgokat. Igen, és elég sok mindent bányáztam. Illetve létrehoztam ezeket a kréteket. Ez egy ekkora nagy... mi ez? Chestnek minősül, látszik egy helyen elfér, és ekkora nagy tároló kapacitása van. Van ennek két változata még. A két oldalú, illetve három oldalú, csak ahhoz már nagyobb cuccok kellenek. Én ezt hoztam létre. Így van, itt van a small, medium, illetve a large. A smallnak ez a kraftelási receptje.
Csak simán fából kell, meg stickből, meg fából, úgyhogy ez nagyon olcsó kis recept. A másikhoz már az már egy kicsit Void kristály blokk kell, ami egy kicsit már, hát igen, mondjuk hozzá, hogy kellene gépek. Ezek már, ezt is létre tudom már hozni, a médiumot, és annyi a különbség a kettő között, hogy már két oldalú. Ez nem egy oldal, hanem két oldalból áll az egész. Tehát egy ilyen kettest egy helyen ölel magába, de ez így nekem pont jó, hogy nem kell lapozgatni, egyelőre ez így amúgy jó is. Jó, na azt mondja, hogy vagy ilyen sleeping bag, ezt még nem tudtam használni, de úgy biztos jó lesz majd valamikor. Na mindegy. Igen, bányáztam egy jobb sokat. Első bányászati eszközem, amit mutattam, a Stonehammer, illetve a Stone Lumberaxe. Csak ez 532, ahogy mondtam, 532 durability, és ez pedig 2448-as, úgyhogy egy kicsit jó a slime, meg ezen már gyorsaság is van. Ja, úgyhogy inkább ezt használom most jelenleg. A Stonehammer-rel kezdtem el bányászni, elég sokat kibányáztam. Szerintem még a régi helyen. Ja, meg az új helyen is egy kicsit, de az majd a későbbi folyamán elmagyarázom, hogy mivel is bányáztam, most elgyerő még csak a házat mutatom be. Na, áthoztam ide a tinkeres cuccot is, de ott csak vagy egy szint volt, igen, 9-et lehetett berakni. Így most megcsináltam, hogy egy stackbe lerakható, itt ilyen üveget raktam körbe, hogy azért ne legyen már ilyen csúnya nagyon. És így megfolyhat az egész. Hát igen, mióta áthoztam, azóta nem használtam. Majd akarok kobaltot önteni ki, csak még nem tudom pontosan, hogy hogy kell fejleszteni egyes szerszámokat, úgyhogy ezt majd később jövőben majd fogom tesztelgetni. Itt látszanak ilyen blokkok, ezek lámpák, ezek világítanak, ezeket ezzel helyettesítettem a glowstone-okat, ami a sematikba benne található, és ezeknek az előállításához kell, szükség van arra a pár gépre, illetve megcsináltam, akkor már el is kezdem azt a modot mondani, van ez az aktuális addition, vagy addition, de mindegy, hogy mondom ki, ez iszonyat jó kis mod, akár be is írhatnám. Azt mondja, hogy aktuális hogy a... Mondaná, jól értem be? Aktuali. Akkor biztos jó. Na mindegy, itt vannak ezek a cuccok. Ja, elég sok cucc van hozzá. Majd szeretnék hozzá armort is csinálni. Megcsináltam ezt a drillt. A drillnek az előállítása nekem most éppen akkor lapison volt, úgyhogy azt a lapist csináltam meg. Ehhez kellettek ilyen gyémánt kristályok. Gyémánt kristályokat pedig úgy csináltam, hogy gyémánt blokkot leraktam a gép elé, amit mindjárt meg fogok mutatni, és úgy lett belőle a gyémánt kristály. Már hamar szedtem egy kis gyémántot, addig, amíg meg nem lett. Amíg említettem is, hogy 3 gyémánt kell hozzá, és akkor itt is van a pont az a 3 gyémánt, szerintem említettem a részbe, na mindegy. És akkor kellenek vasblokkok, vasblokkokból kell csinálni ezeket a csillagokat, vagyis igen, én blokkot használtam, mert ugye egyszerűbb, sokkal egyszerűbb ezeket megcsinálni. Nem kell még külön... Ja, itt felmutatja az összeset, hogy miket lehet csinálni. A lámpához ez a kék kell, az eszközökhez ez a... Mi ez? Ez a gyémánt, ez a void kristály pedig a chesthez. A redstone azt pedig majd később majd fogjuk alkalmazni. Ami itt is, itt van a redstone kristály. Ja. Ja. És akkor ezeket... Ja, itt van a redstone, itt van benne. Akkor itt van ez a blokk, amit mondtam, ez a csillag. És akkor van még... Ez egyformák, mindegyik, csak a színezése más, úgyhogy... pontosan... Igen, gold nugget kell hozzá, meg ez a kristály, illetve ez a black quartz, amiből kevés volt, úgyhogy beányáztam bőven. Igen, majd elkezdtem csinálni egy-két dolgot, ezt majd hamarosan bemutatom. Na,
Szerintem ezzel a moddal most nem is akarok foglalkozni, mert ezt így is úgy is akarom fejleszteni, ezt a drillt. Az előállításához pedig ez a gépezet kell. Ezt majd valószínű majd a következő részben, vagy az utána lévő részben elkezdem. Majd el akarok kezdeni majd mechanizmmal foglalkozni. Részen kívül akartam volna megcsinálni a digital minert, vagy valami ilyesmit, és akkor nem nagyon volt kedvem foglalkozni vele. Úgyhogy félvagytam. Egy gépet megcsináltam és kész, jó, mert nem is voltam annyira jó. Igen, megint ez a mod, amivel a drillet csináltam, meg ezeket az eszközöket, ezzel 180 RF-et termel, úgyhogy tök jó. Ezek pedig, amiket csináltunk valamik részben, az pedig a call generátor, ez pedig 80 RF per ticket termel. Na, szerintem ezekről majd később úgyis lesz majd szó, most még csak egyelőre a házban mutatás van. Van egy ilyen kis titkos pincém, ez már nincsen hozzá a sematikhoz, ezt már csak én csináltam még ide meg. Jó, már mint ez a helység, ez megvan, de ide hoztam be ezeket a tinkeres eszközöket, így javítottam fel, így csináltam meg mindent. És akkor itt van a kis bányász helységem. Először is ezt itt nem mutatom meg, majd a későbbi, majd amikor felfelé jövök. A drill-lel elég durván lehet aprítani, amit összehoztam. De mindegy, egy kicsit visszatérek még erre a drillre. Van különböző augmentjei, amit rá lehet rakni. Ráraktam a 3-as augmentet, mert ennek még könnyű volt az előállítása. Csak az 5-es augmenthez már egy kicsit durvább cuccok kellenek, úgyhogy ezt majd későbbi a folyamán fogom majd hasznosítani, illetve a Forge-t akarom rárakni, illetve még egy speedet is, tehát gyorsaságot akarom rárakni, mert ezzel bányáztam sokat. Ezt nyomunk már ide egy kicsit. Közben meg Silent hajdoklik. Jó, na azt mondja, hogy ezzel bányáztam ki itt ezt a kis helységet, illetve majd mindjárt megmutatom, hogy melyik helységet, amit pont amire lefelé néztem. Így egy 3x3-as blokkot szed ki, de jó, hogy pont a vizes blokkot szedtem ki, a legügyesebb helyen ütöttem ki az egészet. Ezt gyorsan vissza is foltozzuk, nem kell nekünk a vízfolyás, köszönöm szépen. Nem aludni akarok, kösz. Csak a fáklyát akartam lerakni. Jó. Na, így akkor ugyanúgy, mint egy Humber úgy jut, csak ez árammal működik, tehát látszik, hogy 500 000 RF-et be lehet rakni, az RF töltés az pedig fent a kapacitorbankomba töltöttem fel. Ja, úgyhogy ez ilyen bányászó eszköz, illetve még ezt itt fúrtam ki, úgyhogy mentek innen blokkok, nem akarok tőletek semmit. Úgyhogy még ezt a helységet fúrtam itt ki, úgyhogy itt már szét van rendesen furkálva itt az egész, illetve, ja. Még ezt a drakóniumot szeretném majd kiszedni, van belőle három. Van még egy valahol. Mindegy, majd megkeresem. Csak ezt semmifajta eszközzel nem tudom kiszedni, tehát még egy kicsit kobaltot akarok majd szedni ki. És majd azzal az eszközzel akarom majd egy hammert kobalté tenni, vagy valami ilyesmi, vagy egy csákányt, vagy valamit, hogy ezeket ki tudjam szedni. És egy gyémántcsákány nem akarok, hisz szerintem ez gyémántcsákánya kizetető. És akkor majd meg lesz az armor, energiatárolás, stb. De amúgy is majd szerintem fogok egy digital miner csinálni, amivel a segítségével ki fogom tudni szedni az érceket, nem kell itt szétfurkálni az egész mapot. Ja, ide is hoztam le egyet, és ide pakoltam a sok lomot. Na akkor menjünk egy kicsit fentebb, egy emelettel fentebb. Amit az előbb nem akartam megmutatni, de amúgy annyira nem is durva a helység, csak végül is csak a portálom. Mondom, megcsináltam egy ilyen kis helységbe, úgy mintha már Netherbe lennénk. Mivel 1.9, igen 1.9-től bármilyen Nether kaput létre lehet hozni, én 3x3-asra csináltam, mert itt pont egy csík van, tehát pont páratlanul kellett volna lerakni a kaput, és akkor most hogy nézett volna ki, ide rakok egy kettes, mert is ide rakom, hogy ide, design szempontjából pont így. Amúgy is Minecraft-ban mindenből páratlanul kell építkezni, mert úgy a legjobb. Na, mi gyorsan átmegyek, ezt még bemutatni. Hú, ezt is kicseréltem volna itt hátul. Na.
Hallgass el. Jó. Mivel Makom már ő jött először át a kapun, így Makomé lett az első kapu lerakásának a helye, így mindig az ő kapuján jövünk át. Az a nedőr az úgy lett regenerálódva, hogy tiszta tömb az egész, úgyhogy annyira nem nagyon tudok semmi plusz dolgot csinálni. Tehát Fortress nem találtam, nem találtam gáztot, stb. A pedig a repüléshez gáztot kell befogni, meg ilyesmi. És itt furkáltuk mindannyian szétfele, mindegyik irányba. És... ja. Majd... na, hol is jártam? Csak közben volt egy telefonom. Ja. Biztos. Na, hát annyi, hogy itt a nedőr ez full tömör. Úgyhogy itt környéken nincsen semmi. Hát majd keresünk meg magunknak valamit. De Nether Fortress sincs, meg se gáz, se blaze, semmi. Úgyhogy, de kell is pont nekem blaze rod, úgyhogy vagy keresünk majd oda még valamit, vagy találtam egy dungeon-t, ott 292 méterre, úgyhogy én oda majd szépen leszeretnék majd menni, és hát találok blaze spawnert, és akkor azt meg, legalább meg lenne oldva. De majd az egy részben meg lehet. Már ott van olyan, ilyen rengeteg sok bricks, de mondja őve is. Hess innen, fákja. Ezt innen elszedem, mert idegesít, hogy mindig oda kattintok. Egy olyan dungeonbe, ugyanilyen téglából van kirakva a helység, és ezt a könyvet találhatjuk benne, ami bemutatja, hogy 80 ezer Stone Brick az a neve ennek? Bricks, mindegy. De ilyenből van kirakva az egész, úgyhogy rengeteg sok ilyen tégla van, úgyhogy könnyen ki is lehetett nyerni szétbontáskor, de az még egy hozzányúlatlan dungeon, úgyhogy majd valószínű oda fogok majd elmenni egy részben, és hát ha mondom találok valami blaze-t, vagy, de remélem nem csak ilyen alapmodok van, mobok vannak, hát majd meglátjuk. Na és mivel folytatom, mivel ilyen éhezés van a mapon, tehát különböző kajákat kell enni, mert ha ugyanazokat a kajákat eszed, akkor nem tudod megenni, vagy nem ad annyi kaját fel, mert ha most megnézzük ezt, látszik, ez csak fél húst ad, ott már látszik alul, ez is egy, mit tudom én, nagyon minimális kis húst ad, ez is a két húsból már csak egy másfelet ad ki. Most ezek a cuccok vannak benne, mindig csak ráütök a chestre, és akkor saját magát automatikusan feltölt ez a kis kajás doboz, de ezt még gyorsan megmutatom. Ott van a kis kajás dobozom, majd később a folyamán vagy fogok mindenfajta kaját csinálni. Így megfogok, rácsapok, és akkor nem, így, látjátok, és akkor telepok volt a kajával. Annyi, hogy ezeket jól lenne nem rakni bele. Majd így beledobálgatom, amit én szeretnék. Most majd később van, hogy kiválogatom, hogy milyen kajákat akarok még beledobálni. Jó, egyelőre szerintem ezt így jó lesz ez. Csak a különböző kajákat pakolgatom bele. Ja igen, nem fér bele egy stack. Látjátok, hogy ezt nem tudok 64-et berakni, csak 16-ot. Úgyhogy csak 16-osával lehet stackelni. Kávépop. Mindegy, rakunk még egy kis krumplit. Vagy még legyen még egy fajta kaja. Ez mit keres itt? Na mindegy. Rakjuk ezt. Ja, ezt a toastot akartam berakni. Akkor meg is van az utolsó. Ezt kicseréljük a toastra. Majd itt... nem, föld nem megy ide, ez megy ide. Jó, és akkor kinyitjuk, és akkor egyből tudunk zabálni belőle, még a kanalát... Nézd meg, rákattintottam. Most kicsirete, na mindegy, most már nem foglalkozok vele. De, idegesít, mert ha az a baj, ha megeszem ezt a kanalát, akkor...
kapok egy kis szédülést, azt pedig nem akarom videóba. Na akkor ez volt, rakunk egy kis rizs. Igen, vannak itt ilyen kukacok, ami így néz ki. Látszik, megy az inventory-ba. Ezt is megmutatom majd. Na majd visszapakolom a kaját a cuccokba, most nem azt akarom. Na igen, de többfajta kaját kell lennem. Majd csak folyamatosan, mit tudom én, krumplit zaválnék, akkor nem adna már nekem kaját. Na megint ez a táskával csapkodok. Na akkor itt van a házamnak a hátsó része is, itt is van egy kis szökőkút. Igen, itt majd később ebben majd állatfarmot akarok. Rengeteg sok fajta állat van, ahogy mutattam. Mármint nem is csak fajta, nem is az a fajta, hogy... Na, mindegy. Több fajta színű állatok vannak. Hát csak ezek még kialakítás alatt van. Látjátok, még itt tereprendezések vannak ezerrel. Illetve itt van egy hatalmas farm, amit majd akarok majd gondozni. Ide majd kicserélem homokra, lesz cukornád, itt majd még kapálni kell felfele. És akkor itt vannak a bizonyos növények. Igen, azt noob módszerrel ott hagytam fent, csak éppen este volt, és az a lényeg, hogy a területet takarítottam ki. Hát nem kis földet fogok gondozni, hogy látjátok. Úgyhogy lesz itt bőven. Itt van a sima alap Minecraftos, itt van a Pumpshars Craftos növények, itt van ez a mod, amit mutattam, hogy mi ez. Na igen, hogy ezt használom. Itt van hozzá Flex. Ezzel csak elég ezekre a növényekre ben van az a mod, hogy csak elég jobb klikkel rá kattintani, és akkor leszedni nekünk a cuccot róla, így ez ad nekünk stringet. A stringekből megcsináltam ezt, hogy ne essen bele semmi, meg én se a víz alá. Itt van kanala szíde, amiben majd üzemanyag kéne elhető, itt van kafé szíde, amiben kaját csinálható, itt van egy kis rizs, amiből rizs csinálható. Ez pedig egy, még egy mod, ez pedig az inverzív engineeringes cucc. Igen, majd ezt később folyamán majd akarom használni, ez kell pedig ezek a cuccok. Na itt most nem sok minden látható, mert igen, itt akár le is szedem, és akkor látszik. Itt van az a kukac, amit mondtam, hogy van nekem. Ez egy blokkon belül fog mászkálni körbe-körbe. És mi is jó ennek a kukacnak, most pont meg is láttuk, hogy levettem a növényt, és elkezdte fermentálni azt a növényt, tehát olyan, mintha bone meal-lel nyomatnám, illetve emléletek fertilizálta is a talajt. Ja, ez egy kicsit gyorsítja a növényeknek a növését. Látszik, hogy is már mindjárt ki fel is nő, mert ez már 14%-on van, de alapból csak 0%-on lenne, tehát ez sokkal gyorsabban nő kifele így, hogy fermentálja nekünk kis kukac. Ezt a kis kukacot úgy lehet szerezni, ha kapáljuk fel a földet. Szerintem most fogok egy kis földet kapálni, még így a bemutatkozás végén, és akkor meglátjuk. Igen, itt majd jövök tovább ezzel a földterítéssel, még ez folyamatban van. Na, elkezdem kapálni felfelé, és akkor mindjárt fogunk kapni egy kis meglepetést. Itt van, mi meg is kaptuk ezt a kis kukacot. És mire is jó ez a kukac, meg fogjuk lerakjuk, és akkor szépen majd mindjárt megoldja nekünk, hogy fel is kapálja, fertilizálja a földet, és akkor egy 3x3-as területen ez nekünk tökéletes lesz, és akkor rakhatjuk rá a kis magunkat, és akkor az szépen az fogja nekünk növeszteni megfele. Látjuk, már egyből már 14%-os lett, hogy csak hogy elment mellette. Ezt is mindjárt megnöveszti. Vagy random szerűen adja ki fel a dolgokat, úgyhogy ja, úgyhogy egy, nem is kell kapálni, kettő, lehet csinálni ezt, hogy egymás mellé rakjuk a kukacokat, és akkor szépen be van osztva minden. Már elég sok kukacot összeszedtem, bánattam proszkányéges párat, és még mindig van. Hát igen, elég nagy területet kellett lekapálni, és akkor még mindig van itt ez a kis terület, és még mi terjeszkedni még akarok még arrébb fele. Igen, mert mivel ez a sok fajta kaját kell enni, elméletileg megint kajával fogok foglalkozni, inkább kajával fogok foglalkozni, inkább így mondom, nagy mennyiségben. De mellette természetesen fogok foglalkozni az összes moddal, meg a mindegyikből a kaja leállítással. Na, szerintem ennyi fért volna a mai részben, bemutattam a kis házamat, a kis gazdaságomat, és következő részben már fogok foglalkozni akkor a drillnek a továbbfejlesztésével, mechanizmus gépek
mert kell az alapanyag. És igen, megalizmus gépekből azért meg kell az alapanyag, a drillet tovább akarom fejleszteni, illetve armort akarok csinálni magamnak. Akkor hát van egy pár dolog, amit szeretnék csinálni. Ja, csináltam már Golden Lasso-t is, hogy elhozzak. Ja igen, a falusit azt már megtettem is, azt el is hoztam. Jön, na, hiányzik egy kis blokk, na mindegy. Úgyhogy ez a kis vityilóban fog telni a mostani sorozat. Majd később jobban mondom, még ez beépítésre kerülnek, és akkor majd úgy lesz tökéletes, csak ahhoz még mondom kell lesz a világítóeszköz. Hát elég sok mindent szeretnék csinálni, és most, ja, most van is hozzá kedvem, úgyhogy remélem, hosszú sorozat lesz, majd meglátjuk. Nem úgy, mint az előző, a mennyi volt, kell, három live volt, meg egy lezáró rész. Hát igen, ott elég bugosak voltak a modok, meg a elég bugossá tették. Itt pedig van 160, és ha jól tudom, frissítés után már 168 mod lesz. Na mindegy, már ezt meglátjuk. Na mindegy, nem is húzom tovább a szót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, és akkor a következő részben folytatom. Addig is, sziasztok!